Új névvel elindítsuk ezt a tavaszi forgatagnak Ábrándos tavasz címmel, amiben mindenki a kedve szerint énekelheti a slágert, a kedvenc énekesünkkel, és mozoghat, tornázhat, és megpróbáljuk ezt a sorozatot minden évben ismétlődni és folytatni. Tehát Ábrándos tavasz, játékos sportfetélkedő a nyugdíjasok részére. Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a szép ábrándos tavaszi zsongás nevű programunkon. Végre vége a pandémiának, és örömmel nyugtázom, hogy milyen sok nyugdíjas egyesület, klub, illetve baráti társaság vesz részt ezen a programon. A szervezés a Senior Center berkein belül történik egyébként, és a Szegedi Idősügyi Tanács szervezésében vagyunk itt minden évben. A program keretében, a mai napi program keretében a dárcot hirdettük meg, tornát, ami szerintem nem árt senkinek a bezártság után. Majd jönnek kis labdadobás a torna után, valamint, ha jól tudom, a héten ígéretet kaptunk arra. Jönni fog hozzánk a nordik botos hölgy, és megpróbálja a társaságot egy kicsit fölvilágosítani, illetve tanítani ennek a bot használatának a helyiségére. Szeged megyei jogú város nyugdíjas egyesületeként vagyunk ezen a szép tavaszi napon, a tavaszi forgatagon. 24 fővel vagyunk jelen, és nagyon örülünk annak, hogy végre gyönyörű napsütéses időben részt vehetünk ezen a rendezvényen. Sári Györgyi vagyok, a Kereskedelmi Alkalmazottak Nyugdíjas Klub vezetője. 2005 óta vagyok klubvezető, és 2008-ban lettünk bíróságilag bejegyzett non-profit klub. A klubunk fő tevékenysége az idős a kereskedelemben, vagy máshonnan nyugdíjba vonult tagok összefogása, és hát, hogy megmozgassuk az embereket. Most sétára indulunk, most itt vagyunk, hát 2 éve nem voltunk ugye már itt lent a partfürdőn. Örültünk, hogy ezt az időt, jó időt kifogtunk, és hát reméljük, hogy jól fog sikerülni. Elünk a légzésünkre. Jó. Kezünket az állunk alá rakjuk, és egy kis toka erősítés jön. Szép, óvatosan, úgy, nagyon jó, most kinyújtjuk a kezünket, most megint ugyanezt megcsináljuk, hátra húzzuk, szép lassan, aztán föl, 2, 3, 4, utána hátra, 1, 2, 3, 4, csípőre rakjuk a kezünket,
jobb láb kitámasztva, rárakjuk a kezünket, megtámasztjuk, a hátsó lábunk lent van, és előre toljuk ötször. Egy, kettő, három, négy, öt. Visszajövünk, visszalépünk, most jön a másik oldal, kilépünk, rátesszük a kezünket, a hátsó lábunk lent van, és egy, kettő, három, négy, öt. Vissza, most csinálunk egy olyat, hogy kilépünk, elfordulunk, lerakjuk a kilábuk, és a másikat fölemeljük. Szép lassan, óvatosan, hátra nézünk, szép lassan vissza. Most a másik oldalra, le, és fölnézünk, megtekertük a derekunkat, ugye? Szép óvatosan mindig, fölemeljük a kezünket, és nagy levegő, lehozzuk. Még egy. Németországban fölírja az orvos receptre ezt a mozgást, tehát hihetetlen egészséges. 3 óra kell körülbelül, mire az alapokat meg lehet tanulni. Tehát most nem fogod, de ki fogjuk próbálni. Azt kérem, hogy helyezkedjetek el úgy, hogyha fölemeled a karodat, akkor se üssön meg a szomszéd, ne? Mert mi is vigyázunk a szomszédra, de mindenki magára vigyáz. Na, okay. Jó lesz? Jó. Szúrd le a botodat. Innentől ez, mint egy okoska botocska úgy viselkedik. Mindig számíthatsz rá. Ha megemeled a lábad... Melyiket? Bármelyiket. Ezekben nem fogom belekötni, az egyiket. Próbálsz a bokáddal körözni, már is érzed, segít téged. Jó? Ugyanez egy kicsit a térdeddel, mozgasd meg egy kicsit a térdedet, hogy bejáródjanak az ízületek meg az ínszalagok. Jó, másikat is. Másikat is. Oké. Okay. És akkor letedd le a lábad, állj meg, egyik kéz elő, másik hátul. Aztán cserélünk. Így pumpálunk egy kicsit, és kijavítjuk azt az egyetlen egy hibát, amivel kárt tudsz tenni magadban nordic walkingozás közben. Megállunk, és kérlek, nézd rám. Nem szabad ezt csinálni, mert ezzel nyírod a gerincet. Tehát tartod egyenesen magad, és csak a kezed mozog. Nem billegünk, nem fordulunk, hanem tartjuk egyenesen, csak a kezünk mozog. Ezzel kapcsoljuk be a hátizmokat, hogy támasszák meg a gerincünket, és erősítsék meg az én portkorong sérvemet, ne hagyják ottan tovább kidülledni, jó? Tehát ez az egy, amivel kárt tudsz tenni, hogyha tekergeted a gerincedet. Jó, irányban állunk arra, elmegyünk a bódé mellé majd, oda ki. Azt kérem, hogy tedd le a kezed magad mellé, a bothegye, ahol van a földön, ott hagyjuk. Nyisd ki az ujjadat, ne fogd a botot, és csak gyalogolj. Húzd a botot, mint egy puli kutyát. Gyere bátor! Rakhatunk volna rá gereblét. Szerencsére, mire itt a barátok összejönnek újra, próbálnak emlékezni ezekre a szép tavaszi bográt és egyéb tavaszi forgatagra,
most egy teljesen új néven újraindítjuk ezt az új évbe. Minden barátunknak nagyon jó szórakozást kívánunk, érezzék jó magukat a jó levegőn, és mindenki fogyassza a kaját, ebédöt megfelelő módon. Köszönjük, hogy ennyien még mindig jönnek, veszik a fáradtságot és törődnek azzal, hogy a közösségi szellem Szegeden továbbra is olyan maradjon, amilyen volt. Köszönöm szépen!